Még 2015-ben pályázott két település, Tolna és Fad önkormányzata a kerékpárút építésére. A biciklizők az út jobb oldalán 10 km hosszan tudnak majd közlekedni Tolnáról Fadra és Domboriba. A Pelszófer Ágnes szerint 2021 tavaszára készül el a Tolnát és Fadot összekötő kerékpárút. De most már azt gondolom, hogy mindenki, aki Tolnától Fad irányába autóval közlekedik, az látja, hogy most már valóban épül az a bizonyos kerékpárút. Úgyhogy nagyon boldog voltam, amikor a kivitelezőnek átadtuk a munkaterületet, de ennél most sokkal boldogabb vagyok, mert hogy már az 50%-os teljesítést is gyakorlatilag befejezték. Tehát az aszfaltozás van vissza, és a tavasz első felében várhatóan kész lesz a kerékpárút. Nagyon fontos azt elmondanunk, hogy azon túl, hogy megnyertük a pályázatot, megterveztettük a kerékpárutat, azért voltak itt problémák, ami miatt a kivitelezéstek mindenképpen csúsznia kellett, méghozzá az, hogy voltak olyan területek, amik nem az önkormányzat tulajdonába, hanem magántulajdonba voltak. És először ezeket a területeket, amik összességében nem nagyok, de mindenképpen a kerékpár nyomvonalához igazodva ezekre a telkekre szükségünk volt. Úgyhogy bizonyos területeket, vagy azok egy részét megvásárolta az önkormányzat a korábbi tulajdonosoktól, és aztán a telekalakítási eljárások is elég bonyolultak voltak, úgyhogy részben ez, részben pedig a közbeszerzési eljárások bonyolultsága okozta a csúszást. A kerékpárút több mint 600 millió forintból valósul meg, amelyből 550 milliót pályázat útján nyert az önkormányzat. Úgyhogy több mint 60 millió forintot vállalt be a két önkormányzat önerőként, hogy biztosítja a kivitelezést, és örömmel olvastuk tegnap a magyar közlönyben, hogy megnyertük azt a többlettámogatást, amivel megnőtt a kivitelezés összege, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hiszen az a 62-63 millió forint, amit még pluszban nyertünk, ez elegendő lesz ahhoz, hogy se Tolna, se Fad önkormányzatának ne kelljen a zsebébe nyúlnia. Tehát gyakorlatilag a pályázat kiírójának is a célja az volt, hogy 100%-ban finanszírozott pályázatok legyenek ezek a pályázatok. A város vezetője úgy fogalmaz, hogy turisztikai, illetve sportolási céllal épül a kerékpárút, de akadnak olyanok is, akik munkába járáshoz fogják azt használni. Tehát gyakorlatilag maga az út is meg fog újulni, és a kerékpárút is meg fog újulni. Részben turisztikai céllal, részben aktív sportolási céllal, és egyébként hivatásforgalmi út is, hiszen nagyon sokan Fadról akár kerékpárral jönnek dolgozni Tolnára. Sőt, én már láttam diákot is, aki mondjuk a tolnai gimnáziumba jár, faddi, és kerékpárral jár gimnáziumba. Tehát én azt gondolom, hogy a 21. században is nagyon szerencsés és nagyon fontos az, hogy akár sportolási, akár egészségmegőrzési célból minél többen mozogjunk, és ezt szerencsére nagyon sokan teszik is Tolnán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy létjogosultsága van annak, hogy kerékpárral akár Fadra, akár Domboriba el lehessen jutni. A Pelszófer Ágnes azt is mondta, hogy a jövőben egy hasonló útszakasz szeretnének Szekszárd és Tolna között is megvalósítani.